Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy mire jó a resveratrol, és hogy hogyan a legjobb resveratrolt pótolni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A resveratrol a szőlőben található meg nagyobb mennyiségben, főként a szőlő héjában és magjában, így a szőlőből készült termékekben, mint a vörösbor, a szőlőmagörlemény vagy a szőlőmagolaj. Jelentősebb resveratrol találunk még a kakaóban, az étcsokoládéban és a földi mogyoróban is. A resveratrol egy különleges flavonoid vegyület, mely több kutatásban is igazolt a szív- és érrendszer védő hatásait, illetve a daganatos betegségek kialakulásának gátlásában betöltött jelentőségét. Számos tudományos eredmény támasztja alá a daganatos sejtnövekedésre kifejtett gátló hatást. Alapvetően egy hatékony gyulladásgátló antioxidáns. Nagyobb dózist belőle kapszula formában tudunk bevinni, ugyanakkor a resveratrol kapszulákat hatékonyan megtámogathatjuk szőlőmagörleménnyel és szőlőmagolajjal is, mivel ezekben egyéb olyan anyagok is vannak, amelyek segítik a resveratrol hasznosulását. Ha a resveratrol kapszulából napi egy darabot fogyasztunk, a reggeli órákban vegyük be étkezés közben vagy étkezés után, ha naponta kettő darabot szedünk belőle, a másikat lefekvés előtt célszerű elfogyasztani. A resveratrolból nincs meghatározva a napi javasolt mennyiség, de nagyjából 250 és 1000 mg között van az ideális napi adag. A resveratrol, de maga a szőlőmagörlemény is nagyon nehezen oldódik folyadékban, és emiatt a szervezetünkbe is nehezebben épül be. A felszívódását jelentős mértékben javítani tudjuk zsírsavakkal, növényi vagy állati zsírok fogyasztásával, vaj, marhahús, tojás, hal, kókuszolaj, tehát a zsírok javítanak a resveratrol hasznosulásán. Más polifenol vegyületek, de főként a kvercetin szintén javítani tudnak a resveratrol érvényesülésén a testünkben, fokozni tudják az erejét, eredményesebben működik a hatásukra. A resveratrol nagyon jót tesz a szívnek és az ereknek, csökkenti a gyulladásokat az erekben, növeli az erek rugalmasságát, ami hasznos magas vérnyomás és meszesedés esetén is. Javul tőle a véráramlás is, ami visszér, hideg láb, kéz, pangó vér állapotokkal összefüggő problémák esetén lehet hasznos. Érdemes resveratrolt szedni az agysejtek, az idegek megtámogatásához, memóriaromlás, koncentrációcsökkenés, depresszió, szorongás, Alzheimer és más agyműködéssel szorosan összefüggő problémák esetén is. A resveratrol csökkenti a szemekben a szabad gyökök számát, ezért nagyon jó mindenféle szemmel kapcsolatos problémára, látásromlásra, szemgyulladás ellen, kiszáradt égőszemre, szemfáradtságra, vagy ha például valaki sokat ül a számítógép előtt. A szemekre gyakorolt hatásait nagyon jól megtámogathatjuk fekete áfonyával, fekete áfonya lével, fekete berkenyével, krillolajjal és tiszta méhpempővel. A resveratrol az öregedés késleltetésének egyik fontos vegyülete, segíti a zöldsejtek regenerálódását, csökkenti az oxidatív stresszt, regenerálja a szerveinket, tehát a belső szerveink lassabban öregszenek. A resveratrollal hatékonyabbá tehetjük az edzést, a futást, a kerékpározást, mivel egyrészt növeli a vér oxigén felvevő képességét, tehát javul tőle a teljesítményünk, jobban bírjuk a terhelést, másrészt hatékonyan mérsékli a testmozgás által kiváltott oxidációt. Ez a különleges antioxidáns vegyület segíthet a zsírégetésben, a fogyásban is, ilyen célból lefekvés előtt fogyasszuk a resveratrol kapszulákat. A resveratrol okozhat főként nagyobb mennyiségben negatív hatásokat, ilyenek például a diszkomfort érzete a gyomorban és a enyhe hasmenés. Ha el akarjuk kerülni ezeket a hatásokat, mindig étkezés után vegyük be. A resveratrol befolyásolhatja a véralvadásgátló gyógyszerek, a cukorbetegeknek felírt gyógyszereket és a koleszterin csökkentőket is. Tehát ha ilyen gyógyszereket szedünk, célszerű a bevitelük és a resveratrol bevitele között egy 1-2 óra szünetet tartani. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a resveratrol működéséről, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, kérj a harangomból értesítést is, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!